van egy csomó kérdés, ami mind a sinekhez kötődik, mert ugye mindenféle allergiákról kérdeztek. És nézem, itt van barlang, fullószőr, majdnem más mondtam. Igen, gyógyszer, jó. Ebben egyben egyezünk meg. Ugye már elmondtam tegnap, hogy az első biológiai törvény arról szól, hogy a DHS, a Dirk-Hammer-szindróma kialakulása akkor jön, akkor áll be, ha egy drámai, hirtelen jelentkező, súlyos lelki megrázkódtatás ér minket, amit magányosan élünk meg, és benne ragadunk a konfliktusban. Ebben a pillanatban a biológiánk csinál egy célfotót, mondjam így. Mindent rögzítjük a körülményeket, és ezt nevezük sineknek. Ezek a sinek, amit elmondtam az előbb, emlékeztek a madárcsi csergésnél, pont azért vannak, hogy figyelmeztessenek minket egy meg nem oldott konfliktusra, vagy egy életveszélyes helyzetre. Hogy azt el tudjuk kerülni? Ha egy kutyát egy kapu alatt megvernek, az a kutya széles hívben ki fogja kerülni azt a kaput mindig. Tehát az állatok ösztönösen kerülik a sineket. De mi nem vagyunk jelen a pillanatban. És folyamatosan, újra meg újra ezek a sinek úgy néz ki, hogy szivatnak minket. Pedig csak figyelmeztetnek. Már is a hozzáállás ebben a kérdésben nagyon sokban megváltoztatja a lefolyását a történeteknek. Tehát minden allergia egy sín. Én úgy gondoltam, hogy esettörténetet mondok el. Tudjátok, a példabeszédekből mindig többet lehet megtanulni, mint a nagy kinyilatkoztatásokból. Úgyhogy mondok nektek egy gluténérzékenység esettörténetet. Még akkor itt éltem Győrbe, és Sopronból hoztak egy 12 éves leányt, akinek ugye gluténérzékenysége van. Kérdezem az édesanyját, hogy mióta gluténérzékeny a gyerek? Azt mondja, hogy amióta iskolás. Kérdem a gyereket, mi történt, mikor iskolába mentél? Hát az történt, hogy nem mentem iskolába. Na, mondom, ez jó. Vagyis az történt, hogy ugye kitalálták, hogy a gyerek még nem eléggé fejlett, és visszaparancsolták az óvodába. Na, képzeld el már magadat 6 évesen, vagy 7 évesen, mindegy. A barátnőid mennek mind iskolába, már ugye az óvodából te már nagy lány leszel, mész iskolába, és neked azt mondják, kedves Ari, hogy nem mész iskolába, nyomás vissza az óvodába. Hogy érzed magad? Hát, kisebbség leértékelés. Jó. De ez a gyerek, ez bosszankodott rajta. Hát minden reggel mennek a barátnői arra, ő meg megyen arra. Bosszankodott. Ez egy megemészthetetlen bosszúságként érte meg. Honnan tudom, hogy így érte meg? Hát pontosan azért, mert nem leírta magát, és amikor iskolába ment, nem leukémiás lett, ugye? Hanem azt érte meg, hogy bosszankodik, és a bosszankodása közben az óvodában mit emésztett? Hát minden táplálék így meg van lisztezve, hogy kicsit ugye gazdagítsuk, sűrű legyen, és innentől kezdve kialakult a gluténérzékenysége. Oké, tudjuk, hogy mi az oka. Mióta van, már eltelt azóta, hogy teszem azt 4 év, vagy 5, mi a megoldás? Mert most már innen okosan lehet allergiára szenvedni. De mi a megoldás? Hát ezt tudatosítani kell az emberben, hogy hoppá. Mit kéne tudatosítani ebben a lányban? Hát talán az, hogy már nem óvodás, nem? Jelenjen meg a pillanatban. Kérdeztem ezt a leányt, hogy rendben van, és lesz-e még óvodás? És azt mondja, nem, nem leszek óvodás. Akkor győzzél meg engem, hogy soha többet nem leszek óvodás. Van olyan, soha többet nem leszek óvodás. Mondom, nem hiszem. Győzzél meg, soha többet nem leszek óvodás, érted? Gyerek vette a lapot, és beletette a meggyőződését, a hitét, az energiáját. Láttam rajta, hogy most mondod, tényleg benne van, és soha többet nem lesz óvodás. Teljes meggyőződés.
Épp aznap sütöttem palacsintát, hozom, tessék egy ilyen palacsintát. Az anyja, jaj, meghal, mondom, nem, most gyógyult meg. Ennyi. És azóta eheti a lisztes dolgokat. Tehát, ha megtaláljuk a dolgok lényegét, akkor tudunk rajta segíteni. Pollenallergia, leggyakoribb parlagfű. De aztán lehet akármi. Akármilyen fűre, fára, világra, illatra lehetsz allergiás, akár mikörny illatra is. A történet arról szól, hogy egy algákkal foglalkozó úriember, már nagy pozíciót ért el a Velszárba, nevezik őt Imrének, szól, hogy hát szedem az algát, jobbak a tüneteim, de még mindig nem múlt el. Hát tudom, ez az látod, amivel én nem tudok kibékülni. Oldjuk meg valamit 100%-osan. Tehát az alga úgy a tüneteket, hát úgy valamennyire csillapította, de nem gyógyult meg, mindig jött az allergiája. Mondtam neki, mióta vagy allergiás? Hát 5 éve. Mondom neki, Imre, 5 évvel ezelőtt biztos, hogy kint voltál a szabadban, és nem a padláson, és történt veled egy váratlan meglepetésszerű esemény, ami neked nagyon gyanús volt. Keresd meg! Hát honnan találjam én azt meg? Hát honnan? Még nincs megoldva, ameddig még a DHS nem lett megoldva, addig azt meg fogod találni, az ott van az emlékezetben, csak egy kicsit kotorni kell. Mi volt 5 évvel ezelőtt? És pont akkor az időpont is megvan, amikor a parlagfű virágzik. Tehát nem márciusban, nem szeptemberben. Ugye? Beazonosítottam, másnap hívott telefonon. Karesz, képzeld, megvan. Na és mi az? Tényleg kint voltam a szabadban, csörgött a mobilkám, és szóltak, hogy Imre, meghalt a nagyapád. És mondom, mit éltél meg? Hát gyanús volt, hát tegnap még beszéltem vele. Ki akartad szablászni? És ebben a pillanatban, ugye, az ornyánka hártya sorvad, hogy ki tud szablászni még jobban a bűzt, ugye a gyanút, megoldásban jön a exudatív fázisban a bőséges orváladékozás, hapci, és befejezted. Na jó, de hát a pollen, a konfliktus nem volt tudatosítva. A pollen jelen van. A pollen folyamatosan figyelt, figyelmeztet, hogy baj van. És akkor amíg tart a pollen, addig ez a dolog fennáll. És mondom neki, te Imre, és mikor rájöttél, hogy miről van szó, mi történt? Azt mondta, így kirázott a hideg, és aztán kimentem a kertbe, és közben már én allergiás voltam nagyon sok mindenre, és minden eltűnt. Mert ugye az egyik allergia után csinálod a következőt, a harmadikat, a negyediket. Teszem, az szép idő van, végre kisütött a nap. A 9 hónapos gyerekedet babakocsiban kirakod a teraszra, anyukaként, te meg még ottan matadsz a konyhába, és egyszer hallod, hogy a gyerek felsírt. Oké, kiszaladsz oda, látod, hogy sírt, nincs semmi, megmozgatod, visszaalszik, kész. De mi történt? Hát a kíváncsi macsek beugrott a kocsiba, a gyerek megijedt, a macska szintén csinált egy ilyet, és elszaladt. A gyerek megordít. Mire lesz allergiás a macska szőre? Érted? Megérezte a macska szőrnek az illat, innentől kell macska szőr. Jó, gyerek felnő, jár, kiviszed nagymamához, és azt látja, hogy a macska ott mászik a istállóban, a ló előtt éppen ahogy etetik. Az agyad már rögtön kapcsol, macska, ló is felkerül a listára. Itt van lószőr allergia. Aztán meglátja a gyerek, hogy a lovaskocsi mellett fut a kutya, ló és kutya is felkerül a listára. Túlélésről van szó. Ahogy megoldottad az első dolgot, törlődik az összetörlődik. Helmut Pilár tanfolyamán egy nagyon aranyos vörösbor allergiáról volt szó, csak egyfajta vörösborról, érted? Nem úgy vörösbor általában, nem csak, de csak az egyfajtára volt allergiás az illető. Igen, mert amikor azt a bort itta, akkor élt meg egy birtokbosszankodási konfliktust, és ezután ez a bor mindig behozta számára a bosszankodást, és hát ugye kiegyenesedtek a belei, és görcsölt, és jött a hasverés. Gyógyszerallergia. Ez nem lelki megrázkódtatás, ez fizikai általom. Érthető? Tehát lehet
érzelmi problémád vele, ilyen alapon akár az algára is lehetsz allergiás, vagy bármire, amikor félelemmel veszed be a gyógyszert, félelemmel nyeled, jaj, mi lesz, ha megeszem. A félelem az, ugye itt van, mindig a félelem az, ami beindítja a biológiai programot. Ezt ne felejtsük el. Milyen allergia volt még? Hát persze, hogyha egyszer egy gyógyszertől rosszul érezted magad, onnantól kezdve természetesen, hogy benned lesz a félelem, hogy jaj, mi lesz, ha még egyszer a melléktünetek, ugye a mellékhatások megjelennek. Én szerintem nincsenek mellékhatások, csak mellébeszélések. Igenis vannak hatások, de ha én kinevezem a főhatást hatásnak és a többit mellékhatásnak, akkor azt igyekszem veled érzékeltetni, hogy az ne is számít, arra ne figyelj, csak arra figyelj, hogy most mennyi a vérnyomásod például. Tehát mindenütt vannak hatások és hatások. A mellékhatásokra mondhatjuk, hogy mellékhatások, de ha te azt érzed, akkor azt te nem mellékesen érzed, hanem nagyon keményen érzed. Na. És a fémek esetében? Tessék? Fémek. A fémek. Hát, a fémek azt jelenti, hogy van, és ugye bőrtünetet okoz. Mindig, amikor ahhoz a fémhez hozzáérsz, akkor bőrtüneted lesz. Tehát volt egy elválasztási konfliktusod, valaki törnek az elválasztási konfliktus, az mindig személyhez, élőlényhez, szeretett állattal kapcsolatos. De amikor ezt megélted, azzal a fémmel is volt valamilyen kontaktusod. Tehát az a fém csak símként szerepel az életedben. Fejtsd meg, hány éve van fémallergiád? Ugye biztos nem születésedtől. Régóta, de mondjuk régóta az. A férjem 18 éve. És azóta van fémallergia. Hát körülbelül már. És akkor mi volt? Pontosan azóta van? Hát ezt pontosan nem tudom megmondani. Hát akkor meg kéne fejteni, gondolkodj el, rajta. Utána derült ki, hogy... Lehet, hogy a temetés az ugye egy megrázó élmény, a házaspár elvesztése egy megrázó élmény, és lehet, hogy ez az egész elválasztás, a koporsó kilincse, vagy a rajta levő fémkereszt, vagy valami fém, amikor ahhoz ér. Vagy autóban esett, vagy valami, tehát valami fémhez kötődő dolog. És a kettőt összekapcsolta a biológiát, és innentől kezdve, ha megtalálod azt a bizonyos dolgot, akkor ez is meg fog oldódni. De természetesen az emberiség naponta három új vegyanyagot állít elő. És nem teszteljük, hogy ez hogyan hat a biológiánkra. Tehát ha vannak olyan tényleg irritáló anyagok, nyújt bele mondjuk egy kis kemény mosószerbe, az is fogja irritálni a kezedet, anélkül, hogy valamilyen lelki megrázkodtatásod lenne mögötte. Tehát azért mondom, hogy beszélni kell a fizikai világ ártalmairól is, meg a lelki tényezőkről is, mert ugye a tünettel jön a beteg, és meg kell tudni különböztetni, hogy most akkor ez valóban, mondjam azt, egy kontaktdermatitis, vagy van mögötte lelki tartalom. Na, tegyek egy vallomást. Hadd tegyek egy vallomást, és engedjétek meg nekem, hogy elmondjam nektek, hogy én szerelmes vagyok a germán gyógytudományban. Nagyon jók értek. Most érzékeny leszek. Persze karezba is. Tudjátok miért? Mert minden egyes tünetnek, minden egyes panasznak megvan a maga oka. A germán gyógytudományban az a legfantasztikusabb, hogy monokauzális. Egyetlen egy okot kell megtalálni a sinek allergiák tekintetében is. Azt tudjuk már, hogy hogyan reagáltál. Bőrrel, orral, illetve emésztéssel. Tehát egyszerűen úgy tudjuk ezt a leghatékonyabban megoldani, ahogy Hammer doktor is mindig mondja, hogy meg kell értened, hogy ez a tünet, nevezzük ezt most allergiának. Ez csak egy sim. Ez gyakorlatilag micsoda. Minden embernek ismernie kellene a germán gyógytudományt. Ez az én meggyőződésem. Még akkor, amikor egészségesek vagyunk, mert ha tudjuk, hogy mitől betegszünk, meg el tudjuk kerülni. És akkor is tudni kell a germán gyógytudományt, ha épp betegek vagyunk, amit tudjuk, hogy mi gondolunk rossznak, mert a betegség az egy értelmes biológiai különprogram. Értelme van,
és mint program vége is van. Ez jelenti az EBK, értelmes biológiai külön program. Meg kell értenünk, hogy ez az adott helyzet, ez a tünet, ez mitől van. Azt tudjuk, hogy ez egy sín. Tehát eredendően azt a konfliktust kellene megtalálni, amiben ez a sín először jelen volt. És a gyógyszerallergiához hadd tegyek még egyetlen egy laikus jellegű megjegyzést. A germán gyógytudomány nem taglalja a mérgezéseket. Nem tartozik hozzá a mérgezés. A mérgezés, a baleset, a sugárzás, a hiánybetegség, ami az egyoldalú táplálkozásnak a következménye. Mert a biológiák nem arra van kitalálva, hogy ugyanazt tegyük életünk végéig. És nem tartalmaz olyan értelmes biológiai különprogramot, amit a szándékos mérgezésünk okoz. Élelmiszeriparban dolgoztam, és pontosan tudom, hogy mit kell ráírni a címkére ahhoz, hogy a kedves vásárló ne éljen panasszal. Rá kell írni azokat, hogy nyomokban tartalmazhat. Magyarul ez, szezámmagot, egy egész lista van az allergénekre. Az volt a feladatom, hogy olyan táplálékot állítsunk elő, ami nem veszélyezteti a fogyasztó egészségét. Ezt HACCP rendszernek nevezik. Ez egy élelmiszerbiztonsági program. És mindig az volt a nagy feladatunk, hogy ne találjanak a termékünkön részt a vásárlók. Mert ha valaki ezt megveszi, és megbetegszik tőle, mit tudom én, allergiás reakciókat mutat, akkor jöhet kártérítésért. És ezért rá van írva a termékek címkére, hogy nyomokban tartalmazhat. Ezt azért szerettem nagyon, mert a gyógyszerek végén is ez van, hogy okozhat, és ugyanazt a betegséget, mint amiért szeret. Ez a szép benne, én 4-es fázis vizsgálatok csináltam egy gyógyszercégnek többek között, és az volt, hogy a forgalomban levő gyógyszereknek még milyen hatásaik, vagy mellékhatásaik vannak. És elképesztő tünetekkel jöttek emberek, hát mindent föl kellett jegyezni, csak látni kellett, hogy köze nincsen az ő, mit tudom én, széklet, habitus megváltozásának ahhoz, hogy ő vérnyomás csökkentőt szed. De ne felejtsük, hogy nem véletlen, hogy a gyógyszerek leírásában is ott van, hogy impotenciát okozhat, mert a legtöbb visszaélés pont ezen a télen volt. Most oda megy valaki a bíróságra, hogy amióta én ezt szedem, azóta impotens vagyok. A bíró ki nem fog igazat adni, nem a gyógyszeriparnak. Tehát ezt tökéletesen be is írják oda. De ha te elhiszed, hogy szedem ezt a gyógyszert, és én ettől impotens leszek, vagy ami fog megtörténni. Pontosan az. De miért van az, hogy hiába táplálkozunk ilyen hipertudományosan, de ott sem betegszik meg mindenki. Mert nincs hozzá értelmes biológiai különprogramja. Mert nem minden vásárló bosszankodott akkor, amikor ezt a terméket fogyasztotta. Ugye, hogy másképpen értelmezzük innentől ezeket a tüneteket. És ha elkezdünk nyomozni, mert pont ez a germán gyógytudomány egy nyomozás. Megvan a tünet, és kinyomozzuk, hogy honnan indul. Keresd meg az időpontot, keresd meg azt, hogy akkor te mit éltél meg, és rögtön megvan az egész. És elég, azért beszélünk 2 napig germán gyógytudományról csak, mert a sok elmondott történetből gondolom, hogy rájöttél, hogy te jó Isten. Így van? A nőknél kivéve a prosztatát, majdnem minden programról rájöttél, hogy ezt is megértem, meg ezt is meg, emlékszem meg. Egy csomó aha élményed volt, és ez pont arra volt jó, hogy a hozzá kötődő sínek eltűnjenek. Érted, drága? Ezért mondom, hogy végig kell hallgatni az egészet. Ezért mondom a webkonferencián, hogy hallgass végig az egészet, ne csak arra az egy kérdésre várd meg a választ, aztán menj lefeküdni, hanem nézd meg, hogy a feltett kérdésekre adott válaszokból még mi mindent tanulsz, még mi mindent raksz helyre. Tegyük fel, hogy egy ételtől nekem olyan reakcióm van, hogy hasmenés. Hol jelentkezik a hasmenés? Pontosan itt. Először itt jön a mindenféle gyulladásos tünet, és utána fokozódik a perisztaltika, mert ami ugye már túlment a gyomrod,
patkóbél, és ki kell üríteni azt a fokozott perisztaltikával, a mozgással, a hasmenéssel fogom tudni kinyomni. Ami viszont a gyomorban van, azt reflux-szal, tehát hányással fogom tudni kinyomni. Kérdés van? Hát a kutyám allergiás, poratka, tárolási atka, növények. Hát ezzel kapcsolatban van neki egy csomó, ezek neki számára mint sinek. Jaj, és jut eszembe, az ingyenes előadáson valaki mondta, hogy neki porallergiája van. Kérdeztem, hogy honnan? Hát azt mondja, a papíron kimutatták. Most vigyázzunk, mert ugye egy allergia vizsgálatnál kimutatnak neked valamit, és te onnantól elhiszed, hogy neked azzal gondod van, akkor onnantól arra allergiás leszel. Nagyon sok ember nem, semmi baja nincsen a liszttel, de kimutatják, hogy egy gluténérzékeny, és innentől nem akar többé kenyeret enni. A kenyér az egyik legfontosabb táplálékunk. Magyar embert onnan ismered meg külföldön, hogy a hóna alatt van a kenyér, és így eszik. De mekkora bosszúság, elnézést, mekkora bosszúság az, hogy nem ehetek meg bármit? Már azon bosszankodsz, hogy nem ehetsz meg bármit. Megvan, fenntartod, csinálsz újabb konfliktusokat magadnak? Már abban a pillanatban, amikor az epileptoid krízisben nekem kellemetlen tünetei vannak, mert ki szeretné azt, hogyha korongolom a jobbra és érzi azt, hogy sürgősen meg kell közelíteni a mosdót, már az is egy bosszankodás. Igen. Illetve akkor, amikor bérletet veszek a mosdóba, és nem tudok kimenni, az is egy bosszankodás. A legjobb az, amikor a vécé mellett van a kagyló. Vagy ha nem, akkor vedd az ölödbe a labort. És akkor lent is, fent is. És az is bosszankodás, amikor bemész egy hipermarketbe, és tudatos vásárlóként nagyítóval olvasod a számodra idegen nyelven írt összetevőket. Mindig kikiáltunk valamit, hogy az a hibás, akkor ezzel mindenki tud bosszankodni. Hogy a penélben mennyit ilyet vettem, és milyen betegségeket hordoz, mert ugye majd kinevezzük bűnbakként, hogy amiatt vagyok beteg. Amiatt vagyok beteg. És elkezdem olvasni, és bosszankodom rajta, hogy ebben nincs semmi természetes. És már a vásárláskor benne van a bosszankodás, és amint megeztem, újra csak bosszankodom, és ez egy olyan ördögi kör, amit csak mi tudunk lezárni. Azzal, hogy megkeressük azt a konfliktust, ami bennünket ezelőtt, az allergiás reakció előtt ért, és tudjuk, hogy ki hogyan reagál, ki bűzkonfliktussal, ki bosszúsággal, emésztéssel, ki elválasztódással a film esetében, és azt megvizsgáljuk. Az is előfordulhat, hogy már rég tártalan. Hogy az élet ezt a helyzetet már rég tártalanná tette, Csak elfelejtettem tudatosítani, hogy ennek már vége. Elfelejtetted levenni a lemezjátszó rulatűt. Már erre nincs szükséged. És akkor még egy vallomás. Azért is szeretem a germán gyógytudományt, mert ugyanúgy működik gyereknél, felnőttnél, fiatalnál, idősebbnél, állatnál és növénynél. És az a legszebb benne, hogy pofon egyszerű. Egy reakció, egy konfliktus. És minél több konfliktust megélsz, annál több ilyen biológiai programod lesz. És azt se felejtsük el, hogy egyetlen konfliktusra minél okosabbak vagyunk, annál több megélést és annál több biológiai választ fogunk tudni elindítani. Ennyit az allergiákról.